azt érzem, hogy nagy bajok vannak Szlovákiában is. És nem lehet most már hallgatni, mert hogy néha az ember kényelmi pozícióból is benne marad, mert hogy úristen, most szányra kaptak, én vagyok most a szexszimbólum, most akkor most ezt ki kell használnom, és minden ilyen szerepet, de még 50 évesen is ezt fogom játszani. Nem szeretném, hogyha retusálnának, és hogyha nem tudom, milyen filterek lennének rajtam, mert hogy nekem ez egy szégyen, amikor találkozok utána az emberekkel, és látnak az élő valóságban, hogy hogy nézek ki. Köszönjük az Allianznak, hogy új elektromos autó biztosításával támogatja utunkat. Sziasztok! Mai vendégemmel nemrég egy munka miatt volt szerencsém eltölteni 2 napot Csehországban. Ott szembesültem vele, hogy még annál is nagyobb sztár, mint itthon. És nem csak ott, hiszen a cseh nyelven és a magyaron kívül játszik szlovákul, németül, angolul és néha lengyelül is. Már 70 filmen van túl, és nemrég visszatért a színpadra is. Kerekes Vicával találkozom. Már itt vagyunk egymásnak, látom. Ezek már a végek, vagy még nem? Vége? Minek a vége? Hát nem tudom, Budapestnek. Budapestnek még nem a vége. És látod, az van, hogy ma is hívnak, majd elmondom. Nem mondod. Nyugodtan, beszélj. Mi van, nem. Csak holnap egy nagy dolog lesz, és most mindenki megőrül. Nálunk óriási nagy választás lesz, elnök. Elnökválasztás, igen. És most én is megszólalok. Felszólalsz egy tüntetésen, vagy demonstráción? Igen, beszédet írtam meg. Beszédet írtál? Muszáj. Úristen, na jó, induljunk el! Kérdez, ez egy tök új szerep. Mit mond egy ilyen felkérésre, vagy mit gondol az első pillanatban Kerekes Vicca, amikor mondjuk felhívja a XY, ez egy politikai párt? Nem, ő független. Ez a csodálatos, hogy tulajdonképpen ő úgy indult az elnöki választáson, hogy ő független. Aha. És hát ugye én már ezt régóta vallom, hogy most akarom, vagy nem akarom, olyan világot élünk, hogy én nem lehet már csendben maradni, de ez van Magyarországon is, meg Szlovákiában is. Igen, meg erről azért már beszélgetsz így a közterekben, hogy meg egyrészt szólalsz például a háborúról, erről, arról, megosztasz dolgokat a közösségi média felületeiden, ezért aztán fel is fedezett a közéleti sajtó itthon egy pár éve, egy-két éve. Igen, de közben ugye ez olyan, hogy hogy ez már ami így üvölt bennem, és kikívánkozik, mert tényleg én boldogan meglennék a kis közegemben, és csinálnám a művészetemet. Csak hát most már nem. Az a baj, hogy tényleg az van, hogy annyira polarizálódtunk, és Szlovákiában ugyanez van most. Uh-huh. És olyan rohamos léptekkel változik ott is minden, hogy most van 2 elnök jelöltünk, és egyszerűen nem lehet hallgatni. És most így az egyik elnök jelölt, tehát hogy az, akit én nagyon-nagyon támogatok, és egyszerűen, mint szlovákiai magyar is, azt érzem, hogy kötelességem elmondani, hogy mit gondolok. És mesélj akkor egy picit arról, hogy milyen a szlovák közélet hangulata, a kommunikációs klíma, meg az, hogy mi történik egy művésszel, hogyha ott ilyen fajta felszólalást vállal, mert azt tudjuk, hogy itthon mi történik. ezt még annyira nem tudom, hogy mi történik, illetve azért... Ezért van rá példa, mondom. Persze, azért ott is most nagyon-nagyon rohamléptekkel változtat meg a dolgok, mert ugye most volt nemrég a parlamenti választás, tehát ott most nyert egy párt, aki kormányt alakított. Tehát azért most egy új szituáció, és egy rohamléptet kell tehát hogy változtatnak nagyon sok minden. Hát fordulóban van óriási Szlovákia is. Igen, minden területen most beleszólnak majd a médiák alakulásába, ugyanúgy, mint itt nálunk is, ugye, itt is voltak változások, és hát az a rétorika, az egyszerűen vérfagyasztó, ami ott van, tehát, hogy elképesztő változások vannak, tehát eddig én még nem tapasztaltam, igazából nem is szólaltam fel nagyon politikai témakörben, inkább csak itt Magyarországon, viszont amikor itt Magyarországon elmondtam véleményemet,
mert tényleg már nem bírtam magamba tartani, akkor ugye a szlovákiai magyarok azok nagyon erőteljesen kezdtek támadni, sőt olyannyira, hogy a családom kapott is levelet. Milyen fenyegetés? Igen. Komolyan? Az én személyemet illetően. Jézusom, akkor ez az a nyilatkozatod volt, amikor azt arról volt szó, hogy attól, hogy valakinek jobb lett a helyzete egy kisebbségként, még nem lehet annyira egoista, hogy a többi kisebbség vagy a többi népcsoport helyzete ne érintse meg ne foglalkozzon vele. Igen. Ne legyünk állandóan áldozatok. Igen, és most is ezt mondom egyébként, mert most már Szlovákiában is ugyanez a helyzet kezd kialakulni, és igen, mert hogy vallom is, és most kisebbségként is, jó, lehet, hogy már nem szeretem ezt a szót, de hogy igazából ez a meghatározásunk, és pont ez a lényeg, hogy én kisebbségként, miközben ebbe szocializáltam, ebbe születtem bele, én ugyanolyan érzékeny vagyok a többi kisebbséggel szemben is, és nem választhatom le magam egy egészről, tehát hogy én Szlovákiában sem lehetek magamra kimondottan, nem tudom, ilyen, tehát hogy a fókusz nem lehet csak önmagamon, mert ott még Szlovákiában is élnek rajtam kívül ugye romák, ruszinok, lengyelek, csehek, morvák, tehát nagyon sokan vagyunk, és erről szólt igen a posztom is, és igen, és a családom kapott egy csodálatos kis levélkét, hogy a drágalátos szüleimet szólították meg, hogy a lányok ilyen meg amolyan, és hogy majd ők tesznek arról, hogy megtudja egész Szlovákia, hogy milyen is a lányuk, mert hogy ellene szegült Magyarország miniszterének. Na, szóval ez van. Oh, wow, oké, okay. Szóval akkor igen. Azért ott sem könnyű ez a dolog, meg ott is az, mert hogy Magyarországon én sokszor érzem azt, hogy pöcre indulnak az emberek. Tehát, hogy senki nem számol el 10-ig magában, mielőtt valamilyen véleményt megfogalmazna, és nagyon nehezen tudjuk azt, hogy megugrani, hogy ne fekete vagy fehérben lássunk bármit. Igen, de ezt gyönyörűen látod, mert hogy én is mielőtt leírok valamit, én átgondolom ezerszer, hogy minden szempontot megvizsgálok, hogy vajon jól látom, nem látom jól, érzelemből cselekszem, eszemmel cselekszem, és aztán nyilatkozom meg, tulajdonképpen ez van. De hát ugye ezek a megfélemlítések, ezek elképesztőek, mert én ugye sok emberrel nem értek egyet, de soha nem cselekednék így, hogy egyrészt fenyegető dolgokat soha nem írnék, üzennék senkinek. Most ez akkor egy több tízezres demonstráció való felszólalás, ez egy teljesen más közönségélmény lesz, mint amihez te hozzá vagy szokva, nem? Hát most mit mondjak, én bele se akarok gondolni tulajdonképpen nekem most. De bocs. De tényleg mire az adásba kerül, mert túl leszel rajta, tudlak. Igen. Nem tudom, én most arra fókuszálok, hogy el tudjam mondani tényleg őszintén azt, amit gondolok, és tisztán, mert hogy azt érzem, hogy nagy bajok vannak Szlovákiában is, és nem lehet most már hallgatni, és tényleg azért én szerint, tehát hogy én magammal hadakoznék, hogyha most hallgatnék. Uh-huh. Ez ilyen egyszerű. Magyarul akkor a demokráciáért, a demokratikus alapértékekért szólalsz föl, vagy van valamilyen, tehát a vezér gondolata annak, amit el akarsz mondani, üzenet, vagy még itt nem tart a szöveged? De már megírtam, igen, pont erről van szó, hogy nekünk egy független elnökre van szükségünk Szlovákiában, és ami csodálatos, mert Szlovákiában a nép választja az elnökét. Uh-huh. Magyarországon ez már máshogy van. És olyan előfordulhat Szlovákiában, hogy közéleti szerepvállalás miatt nem kapsz szerepeket? Ez még nem volt. Ez még nem volt eddig. Én mindig is mondtam, hogy Szlovákiában és Csehországban ez egészen más, mert hogy ott azt nem tapasztaltuk eddig, hogyha kinyitod a szád, vagy valami mellett leteszed a voksodat, akkor nem fogsz majd munkát kapni, vagy szerepeket. Most egészen más a szituáció, mert ott is nagyon erősen szimpatizálnak a magyarországi rétorikával. Uh-huh. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Hát ugye Szlovákia lakossága azért az elképesztő most tweet. Tehát, hogy ott majdnem minden héten van valamilyen demonstráció. Nagyon, nagyon közéletileg aktívak. Tehát a társadalom
működése az egy picit más akkor, mint... Mert itthon van azért egy fásultság. No, de hát ugye, mert itt már mióta tart ez az egész. Tehát, hogy én nagyon látom mind a két közeget, és nem tudom elítélni Magyarországot sem ezért, mert sokszor azt érzem, hogy itt már azt érezzük, hogy nincs remény, és mindenki teszi a dolgát a maga szintjén, mert tényleg azért ezek évek, és ott meg most kezdődik minden, és meglátjuk, hogy milyen irányba fog eltolódni. Az, hogy ha már mondod, hogy a család kapott levelet, meg véleményeket rólad, az, hogy ők nagyon civil emberek. Ugye volt egy 10 évvel ezelőtti tévéműsor, amit fel lehet lelni a YouTube-on, a Szerelmes Földrajz című, igen, ami veled tört, talán Duna TV-s, de lehet, hogy M4-es, nem tudom, mindegy, csak köztévés műsor, amikor elvittek téged Fülekre, ugye az a felvidéki palócföld, és ott végigjártatok a gyermekkorod helyszíneit, és ott lehetett látni, meg hallani édesanyádat, látni az apukádat, a bátyádat, és hogy mindannyian olyan tök jó értelembe vett civil emberek, te viszont elképesztő, hogy milyen ismert vagy kint. Én nekem ez meglepetés volt, mikor kivoltunk se országon. Biztos emlékszel, hogy az öcsém is ott volt, és így mentünk az utcán, és mi ledermedtünk attól, hogy bámulnak téged az emberek. Na, hogy te Szlovákiában és Csehországban valami teljesen más léptékű, még az itthoninál is sokkal ismertebb vagy. És hogy ők ezt hogy veszik, hogy viselik, volt-e ezzel kapcsolatban bármilyen, nem is tudom, fenntartásuk, vagy volt-e dolguk ezzel, amikor te ott nagyon befutottál? Képzeld, nem. Nem, mert én annyira imádom a családomat, mert tudom, hogy... Mert de nem, hogy annyira normálisak, hogy ők nincsenek elájulva tőlem. Mert, hogy így, meg a helyén kezelik szerintem, mert hogy azért mi ilyen szempontból tényleg egészségesek vagyunk, azt érzem, hogy így nincs az, hogy úristen, nem tudom, hogy mit értél el, vagy hogy viszonyulnak hozzád. Meg, tehát én gyerekkorom óta kapom a támogatást nagyon a szüleimtől, hogy megkapom azt, hogyha tehát, hogy a dicséretet, így fogalmazok, azt megkaptam mindig is, és a támogatást, és ez nem változott, mindig írnak, hogyha valami megjelenik, de hogy ez annyira egészséges ez a fajta ehhez való viszonyulásuk. De jó. És akkor tudnak például kritizálni is? Kritizálni. Szóval, hogy érted, így konstruktív, nem pozitív észrevételeket megfogalmazni. Tehát van-e ilyen? Nézd, anyukám, tehát azért anyukám egy ilyen főszövetségesem, azért vele nagyon sokat beszélek, és már eleve, hogyha vannak kételjeim, vagy én magam már megfogalmazok magammal szemben kritikát, mert hogy ez nagyon fontos számomra, hogy ez bennem is megszülessen, és akkor már én eleve ezt vele meg szoktam beszélni. Tehát, pedagógus, ugye? Igen. Úgyhogy már ez is egy egészen más állapot, és mindent már előre megbeszélek vele, hogy is mondjam neked, tehát, hogy így... Értem, tehát utólag már nincs mit, mert nincs, hogy előre megosztam. És apukád pedig galambász, hát én ezt imádom. Igen. Figyelj, ez egy fantasztikus dolog, tehát annyira egy ilyen olyan szubkultúra, ami... Ez egy az, és képzeld, a galambászat az csak hobbi lehet, semmi tényleg? Más. Tényleg? Na, én nem tudom. Ebből neked pénzügyi gyarapodásod nem le. Apukám, ő él-hal a galambok ért, tehát ez egy 40 éves szerelem, és az tényleg csak annyi, hogy ott vannak ezek a galambok, és versenyekre járnak, tehát, hogy kiengedik a galambokat, ezek röpülnek, és hazavárja őket a gazdájuk. Hát tudom, azt mondom, ennyi, hogy ez egy elképesztő szubkultúra, olyan szabályokkal, meg minden. Igen, így... generációs házban nevelkedtem, ugye a nagyszüleimmel. Ja, mármint, hogy több generáció együtt. Igen, úgyhogy én megtapasztaltam az öregkort is, és én számomra ez nagyon pozitív dolog, mert látod az elmúlást, és teljesen természetessé válik a számodra. És ugye nem tudom, hogy ez itt hogy van, de ott nálunk
Wow, azért ez nagy indult a tavasz. Mi az esőben? Hát meg minden, hogy közben hogy egy itt vagy velem, és oda vagyok, érted, de ezt én már mindig figyeltem, hogy én ezt nem lennék erre. Lassan megyek, és most igen. Nagyon leszakadt, azért már áprilisban forgatunk, úgyhogy kb. Egy percen belül tud váltani. Hát ez a legszebb, igen. Na, szóval, na, szóval igen. Az idősek jelenléte, és ez milyen fontos? Idősek jelenléte, igen, és ugye nekünk mindenünk volt otthon, nyulunk, galambunk, disznunk, csirkék, kecskénk is volt, és önellátóak voltunk minden szempontból. Ez valahogy tényleg, ezt szerintem a nagyszüleim hozhatták, és ők mindent előteremtettek, és ebből a szempontból nekünk nem is volt szükségünk arra, hogy vásároljunk nagyon, ugye? És ez tényleg nálunk az étel, az a család egyik szimbóluma, uh-huh. hogy mi megünnepeljük azt, hogy együtt vagyunk, és ilyenkor eszünk. De hogy ez tök jó, mert hogy az étel öröme, az étkezés öröme, azt valahogy így hajlamosak vagyunk elvenni magunktól, ha belegondolsz, csak a közösségi médiában, ugye ott egy ilyen információs robbanás történt az elmúlt mondjuk 10 évben, és mennyi info ömlik ránk arról, hogy mit ne egyél, milyen hatóanyag, mi hogy hat, ezt ne, az embernek tényleg most már csak az a benyomás, hogy már semmit nem mer enni. Szóval, hogy nagyon fontos, hogy az étel örömét visszaadjuk szerintem. Én ezt maximálisan megtanultam tényleg, tehát nekem ebből bajom is volt, tehát így én mondtam is a szüleimnek, hogy én nagyon örülök tulajdonképpen, hogy már nem lakom veletek, mert szerintem én már kb. Gurulnék. Ja, úgy volt vele bajod. Ja, hát igen, igen, mert én szeretett meg közben. Igen, és én szeretek nagyon enni, és a szlovák, mert mi főztünk magyar és szlovák ételeket. Mm. Mi azért nem vagyunk nagyon ezek a gurmánok, hogy egymás, tehát hogy egy olaszt, vagy nem tudom, esetleg a sushit behoznánk az étkezésünkben, meg stb. Nem. Szóval igen, hazai. A hazai, és ugye a hazai az krumpli, ezt meg liszt, meg minden, meg húsok. Soft. Hát ez az, ugye. És az van, hogy ugye ez valahogy belém lett kódolva, ebben is lehet van valami igazság, de én nagyon-nagyon szeretek étkezni, és amikor elkerültem főiskolára, én azért éreztem ezt a szakadást minden téren, és én első évben nagyon szenvedtem azt is, hogy elszakadtam, és hogy így megváltozott körülöttem a levegő, miközben én ezt nagyon, vagy erre nagyon vágytam, mert szerintem, mert ennek a leszakadásnak meg kell történni, hogy az ember tudjon létezni ugye a családi fészek nélkül is. Igen, csak olyan nem mindegy, hogy milyen családi fészekről válsz le, és ahol egyszerre van biztonság és szabadság, az egy olyan ritka kombináció, ami neked volt a gyerekkorodban, hogy hihetetlen privilégium, tényleg, hogy tehát, hogy el tudom képzelni, hogy milyen nehéz, tehát, illetve tudom, hogy nem is teljesen kell, most már felnőtt vagy, és így jársz haza, és még mindig része az életednek fülek, nem? Igen, és én úgy könnyítettem meg ezt a leválást, hogy mindig mondtam, hogy de hát, ők bármi történik, ez ott van. Én ezt érzem akkor is, hogyha fizikálisan nincsenek körülöttem, és ez egy természetes velejárója ennek az életnek, és ezt kell mindenkinek megtanulnia, hogy tulajdonképpen te beleszületsz egy bizonyos létbe, hogyha szerencsés vagy, ugye, akkor megismered a szüleidet, de hogy az élet mégis arról szól, hogy te önjáró vagy, és egyedül vagy. Mert egyedül születsz, és úgy halsz meg, és valahogy úgy nekem úgy ez egy ilyen nagyon erőteljes üzenete az életnek, és ez ott lobog mindig felettem, és az erőt tud adni nekem. Nehezen vagyunk egyedül, én azt látom, hogy nem tanulunk meg egyedül lenni például feltétlenül, mert miközben tök fontos, amit mondasz, hogy egyedül születsz és egyedül halsz meg, és meg kell tanulnod egyedül vinni valahogy az életet, és persze tök jó, hogy mondják, hogy ugye az ember társas lény, és hogy nagyon jó, ha becsatlakozik társ, meg barátok, tehát kis közösségek, de mégiscsak nagyon sok fontos döntést egyedül hozol meg. Mm. És hogy nekem viszont az a benyomásom rólad, hogy te nagyon autonóm vagy ilyen szempontból, de neked ez jól megy, nem?
De most lehet, hogy ez is egy érdekes dolog. Ezen is napi szinten gondolkodom, hogy ez most ez hogy van, hogy én már így születtem, vagy a szocializáció által, a szüleim által van ez az egész, de szerintem ez nagyon-nagyon sok dolognak a keveréke. Mert ugye anyukám mondta, hogy amikor kikészítette Oviba a ruháimat az ágyra, hát én azért ezt mindig felülbíráltam, és tudod, és nem az volt, hogy ők belekényszerítettek, ő csak kikészítette, és akkor én mindig mondtam, hogy na jó, ezt nem veszem fel, hanem azt veszem fel, amit. Hogy, és akkor anyukám azt nem mondta, hogy nem. Menj és tapasztald, és persze, hogy visszajöttem, amikor a mínusz 5 fokba szoknyecskába akartam kivenni, és anyukám az nem hadakozott velem. És ilyenek voltak a szüleim. Ők elmondták a véleményüket, De ugye szerették volna, hogy tapasztalják, vagy amikor egyszer mondtam anyának, hogy na én most világá megyek, és összepakoltam a kis bőröndömet, mert valamivel nem értettem egyet, és annyira előttem van ez a kép, és akkor mondom, akkor én most elmegyek, és akkor anyukám azt mondja, de azért vigyél valami meleg kabátot is, mert azért ha olyan hosszú időre mész el, akkor nagyon fogsz fázni majd. És akkor én mentem, fogtam magam, és nekem ez fura volt, hogy anya így elengedett ilyen egyszerűen. De most bántott, meg kicsit kevésbé volt izgi az elmenés, igaz? Igen, de most már akkor megyek. Én és akkor hány éves voltál? Jó, tehát szerintem valahogy ilyen 5-6 lehet. Jó, én 16. Tehát, és akkor tudod, jött apukám, és mondtam, hogy én most megyek. És akkor apukám mondta, tehát hova mennél? És akkor visszajöttem, és mondtam anyának, hogy apa visszatartott, úgyhogy maradok, de csak miatta. De csak miatta. Tudod, hogy szerintem ez is nagyon fontos volt, és hogy a szüleim bíztak abban, hogy saját magamnak kell meghozni a döntéseket, mert ők tényleg nem lesznek ott életem végéig. És én, tehát hogy ez az empirikus szemléletmód, hogy ez szerintem nagyon-nagyon tud segíteni. Hát igen. És hogyha belegondolsz, hogy hány éve vagy úton? 23? Hát 19 éves voltam, amikor eljöttem, mindig elfejtem, most voltam, azt akartam mondani, hogy 23, 43, hát akkor így. Pár napja, úgyhogy utólag is boldog szülinapot. Igen, köszönöm szépen. Hát akkor, na, szóval 20, igen. Többet vagy, régebb óta vagy úton, mint igen. Amennyit ott voltál. Igen. És ez nem kicsit utonlevés, tehát ugye én most nem tudom, most pont, tudom, hogy van egy bázisod itt Pesten, nem messze onnan, ahol nem fölvettünk, de hogy ugye ez a cseh, szlovák, magyar létben vagy, háromszögben vagy, és Fülek, az megnéztem, ugyanannyira van Pozsonytól, mint Budapesttől nagyjából. Tehát, hogy nincs egyik vagy másik messzebb, és te mégis Pozsonyba mentél magyar ajkú kislányként, vagy kamaszként színművészetire. Az nehéz döntés volt, hogy ne ide gyere? Vagy az teljesen egyértelmű volt, hogy... Nekem egyértelmű volt. Egyértelmű volt a pozsonyi szín. De tudod, miért volt egyértelmű? Mert ugye nagyon-nagyon sokat hangoztatta az akkori kormány, hogy nekünk szlovákiai magyaroknak is szlovákul kellene tanulnunk mindent, mert hogy ők csak jót akarnának, hogy mi aztán Szlovákiában tudjunk érvényesülni, és ne legyen problémánk a szlovák nyelvvel. És akkor mondtam én, hogy hát basszus. Igen. Igen, hogy én azért megmutatom nektek, hogy milyen az szlovákiai magyarként, amikor valaki tényleg ilyen nyelvközpontú foglalkozást szeretne magának, és én elmegyek a színművészeti főiskolára Szlovákiába. Ez volt az egyik oka. Uh-huh. A másik oka az volt, hogy valahogy megéreztem azt, hogy hát azért ez mennyire menő, hogy szlovákiai magyarként születek, tehát birtokom van ma eleve a magyar nyelv, azért a szlovák egy kicsi ráfordítással, és azért nem messze van tőle kicsi átpattanással a cseh nyelv is. És így mondtam, hogy a magyar nyelvet azt azért tudom. És a szlovák kicsit úgy edzem még, és ez nagyon jó lesz. Tehát ez volt ez a második. És a harmadik érvem az volt, hogy nagyon jó visszhangja volt a pozsonyi főiskolának, hogy emberközpontú. Aha, jó híre volt. Nagyon-nagyon sok olyan ember járt oda, akit nagyon tiszteltem, szlovákiai magyar színész, aki már ugye megjárta ezt a edukációt, és nagyon-nagyon pozitív volt mindenki véleménye, tehát ez is bennem volt, és is így mondtam, hogy hát akkor egyértelműen azért nem is próbáltam meg a budapesti főiskolát.
De mennyire, tehát nyilván a szakmában találkoztok a magyarországi színművészetire járt kollégákkal, és hogy van különbség a között? Mert ugye itt azt meséli mindenki, hogy szanaszét bontották az ember, nem tudom, hogy most az SFM ilyen, de hogy annak idején, hogy azért atomjaira bontották az embereket, a személyiségeket, és utána úgy kellett összepakolni magad, és ez volt a színészképzés alapja, hogy ugye ez önismeretre és mindenféle másra vezette rá a fiatalokat, hogy ez Pozsonyban is így volt, vagy más volt a megközelítés? De ezt én is hallottam, úgyhogy én is csak abból, tehát én ezt közvetlenül nem tapasztaltam meg, miközben azért mi is voltunk itt egy szemesztert, mert volt egy ilyen egyezmény a két iskola közt, hogy a szlovákiai magyar diákok tanulhatnak itt Budapesten. Tehát igazából én nem tapasztaltam meg ezt itt, de nagyon sokan meséltek erről, és hogy utána nagyon nehéz volt a leválás a főiskoláról is, mert ők éjjel-nappal bent voltak az egyetemen, most már egyetemen ugye, és nem volt semmi magánéletük. A mi főiskolánknak a szemlélete az volt, hogy bent vattok suliban, hát este 8-ig, és aztán mennetek kell. És aztán éltek. Igen, mert hogy ugye te, mint színész, miből táplálkozol, hogyha nem élsz meg természetes állapotokat? És ezt a mai napig vallom, és ugyanezt tanítom én is a diákjaimnak, hogy ez a természetes állapota az életednek, és színészként is. Az egy egész mesterséges környezet, amikor be vagy zárva valahol, vagy csak egy színházi közösségben vagy, te mit tapasztalsz meg? Hiszen te a kapcsolatok által, az élet által, ahogy reagálsz rá, amit megélsz, úgy tudsz magadban szívni dolgokat, amit aztán tudsz átalakítani, felhasználni, megélni, és nekünk ez a legfontosabb, ugye, hogy megélünk dolgokat. És a szlovák főiskolában ebben nagyon humánus volt, és soha nem szedett szét minket, ő arra serkentett minket, hogy mi végezzük el ezt az elemzést otthon. Ugye ilyen 2008-9-10 körül nagyjából egyszerre indult be itt is a filmes karriered, meg Csehországban, meg talán Szlovákiában is? De Csehországban biztosan, mert hogy ott ez az a bizonyos film, amitől te ott igazán tulajdonképpen egy totál, teljesen országosan ismert valaki lettél. Ez a férfi, nem? A férfi reménynek fordítja. Férfi remény. Uzsin Nágyei. Igen, picit más. Férfiak reménye, vagy igen. Igen. Szóval, hogy na, hát ott... Szóval ott valami nagyon nagy dolog történt nagyon gyorsan. És mindeközben itthon is jöttek filmszerepek, és nagyon érdekesen, és vegyük kicsit ketté a két országot, mert ugye ami itthon történt, az azért izgalmas, mert először jött egy ilyen Super Boys 2009-ben. Nem az volt az első. Jó, de az volt az első ilyen, az nem sikerült jól, és az nem neked, hanem a film maga lett egy nagyon nagy bukta. Tehát, hogy ott, tudom, hogy nem az volt az első, előtte mi is volt? Ugye előtte volt az egy One Human Minute, ami a Pater Sparrow-nak a filmje, hát, ami egy áldás volt számomra, és a Mázli volt még. A Mázli is volt, igen, az viszont jól fogadt. Volt és a Kivatavaret viszont után, tehát, hogy erre akarok kiukadni, hogy a Super Boys után jött egy ilyen nagyon rossz kritikai visszajelzés az egész filmre, de hát nyilván a filmben benne lévő arcoknak is, és utána a Kibetavaretért jött egy legjobb, a film szemében egy legjobb női alakítás. Igen. Díja. Tehát egyszer csak egy éven belül gyakorlatilag megtapasztaltad a spektrum két végén. Mindent. És én tényleg azt szoktam mondani, hát mert utólag mit mondjak, azért szenvedtem, mint a kutya, amikor ez így tényleg így rám omlott. De nagyon jó valahol, mert tényleg... Hát ez egy ilyen nagy szembecsapás volt, hogy mit élhetsz majd meg. Mit élhetsz majd meg kerekes vicce ezen a pályán. És hogy mindig nagyon ébernek és tudatosnak kell lenni ebből a szempontból, hogy ne fogadd el sem a jót és sem a rosszat. Teljes valóságában, ahogy van, ahogy jön feléd, és hogy az a legfontosabb, hogy te mit gondolsz arról az alakításról. És hát igen, ugye én főiskola után Szolnokra szerződtem, és aztán megéreztem, hogy én többet szeretnék tapasztalni a színészetből, és engem nagyon érdekel a filmvilága, és akkor úgy döntöttem, hogy ott hagyom Szolnokot, és elindultam a filmezés irányába, és akkor jött tényleg a Mázli, és akkor jött az Egy,
és de hát közben előtte én, mert amikor harmadéves voltam a főiskolán, akkor már Szlovákiában forgattam, és aztán hirtelen az úgy valahogy úgy megszületett úgy Csehországban is, mert azt azért úgy szerencsének tartom, hogy nekem nem kellett úgy házalnom ezzel a kapcsolatban, és gyorsan lett ügynököm, magától jelentkezett mai napig az ügynököm is, hogy ő szerette képviselni, és azért tudni kell, hogy ez a rendszer is ott sokkal jobban működik, tehát itt megharagusznak ránk a filmrendezők, hogyha azt mondjuk, hogy először az ügynökömet hívjátok, légy szíves, ott pedig abszolút rendben van. Igen, nem vagy kiszolgáltatva mindenfajta önkénynek, vagy a rendezők, producerek, hogy is mondjam, hangulatának. Ott van ez a rendszer, és így minden tiszta, abszolút, és én ezt nagyon szeretem ott, és tiszteletben van tartva minden pozíció. Aha. És akkor ez így valahogy a szlovák és a cseh utam az úgy egyszerre született meg, és igen, itt pedig Magyarországon én aztán, igen, eme remekmű után bocs, hogy behoztam. Meg aztán volt még egy tulajdonképpen, de figyelj, én ezt azért tartom fontosnak, mert tényleg az van, hogy én nagyon hamar rájöttem, hogy nagyon-nagyon sok minden kell ahhoz, hogy én is boldog legyek ezen a területen, ami a szakmámat illeti. Nekem nem mindegy az, hogy én mit játszom, és milyen emberek közreműködnek, és hogyan, miközben néha nagyon nehéz egyrészt rájönni arra is, hogy ebből a filmből majd mi lesz a végén. Hát igen, meg csomó minden nincs a te kezedben. Nincs. Te oda teszel egy előadást, egy alakítást, hozol egy karaktert, és utána még annyi minden történik azzal az alapanyaggal. És akkor igen, és akkor ezért mondom, hogy ez mindig egy sziklaugrás, és hogy pihepuha pázsitra érkezel, vagy szétroncsolod magad, az ugye csak akkor fog kiderülni majd. Igen. És hát ugye ez egészen más, mert nagyon sok színész úgy tekint erre az egészre, hogy ez a mesterségem, és ezzel sincs bajom. Mert persze, igen, egy kőműves is, ugye egy kőműves is megcsinálja a munkáit, és nem kérik számon, hogy miért vállalt el azt a munkát. Miközben nálunk sokszor meg számon kérik. Ugye? És megint ott tartunk, hogy te miért vállaltad el azt. És akkor én mondhatnám jogosan azt, hogy hát azért, mert színész vagyok, és teljesen evidens, hogy elvállaltam, és nálam pedig ez, látod, ez nem teljesen evidens, hogy én nem tudok elvállalni, mert már minden, mert az van bennem, hogy ezzel én milyen lenyomatot hagyok, hogy... Hát igen, és ráadásul most azért színészként, sőt, te is beszéltél már, talán nem is tudom, talán nyilatkoztál is arról, hogy van kurzusfilm, amiben nem vállaltál szerepet. Van ilyen, de ezt is én döntöttem el. És hát ezek is persze ilyen vívódások, hogy most már, de ez tényleg ennek a világnak köszönhető, ami most van. És ami egyértelműen kurzusfilmet, oda nem fogom letenni a névjegyemet, az egy biztos. És ez függ attól, hogy melyik oldali kurzusfilm, vagy a kurzusfilm mint műfaj nem jön be neked? Tehát, hogyha mondjuk a te értékrendedhez közelebb álló vezetés alatt készül egy olyan film, amely jelentős, kiemelt állami támogatást kap, és mondjuk a történelem egy adott szeletét a maga szemszögéből dolgozza föl, akkor érted? Mert most értem, hogy ebben élünk 15, lassan 15 éve, 10 akárhány éve, 4 éve, de hogy ha más lenne a színe. Hol? Én tényleg én magamat soha nem neveztem jobboldali, baloldali. Egy darabig én ezzel nem foglalkoztam. Nekem volt egy felállított egy ilyen világom, amilyen értékrendszer szerint én élek. És én úgy soroltam be magam, és úgy választottam mindig. És nem azért, hogy valaki most szociális beállítottságú, vagy a liberális, a szabad elvűséget vallja. És megnéztem mindig, hogy az adott párt, vagy az elnök hogyan vélekedik dolgokról is, és ez szerint választottam. De hogy most már tényleg az van, hogy már minket is kategorizálnak. És ez egy nagyon fura, mert még mindig nem tudom, hogy milyen én jobbra vagy balra sorolom magam. Tehát, hogy Magyarországon mondjuk ez is teljesen máshogy van. Tehát, hogy itt a jobb is egészen mást jelent, mint máshol. Igen, meg az, hogy te hova sorolod magad, az egy dolog. De a téged, másik, hova... téged hova sorolnak, igen, és mi alapján sorolnak, igen, oda, igen, hova. Igen.
Én igazából az alapján szoktam dönteni, hogy azok, akik alkotják az ír magját annak a produkciónak, hogy én azokkal mennyire érzem az összhangot, hogy mennyire... Hát attól függően, hogy a producer is ugye egy halkszavú producer, aki nem hallatja hangját, vagy aki erősen propagandától, és azt a fajta propagandát, ami agressziót szül, és nagyon elítél mást, oda nem tudok beállni. És az elmondja a mostani legdrágább filmet, tehát hogy tudjuk, tehát tudjuk, miről beszélünk, hogy miért... Igen, nem tudnám támogatni ugye ezt a legújabb termésünket sem, mert hogy én nem szeretem ezt a fajta agressziót, amikor erőteljes kirekesztés van a másik oldalon. Én elfogadom, ha valaki más hogyan gondolkodik, de nem kell tolni a mocskos dolgokat a másik arcába. Nekem ezzel van a leginkább a problémám. Na viszont a csehországi, eszembe jutott, a férfi mindig remél. Ez volt a magyar címe, a magyar tévében. De jól mondtad, férfi remény is volt. Igen, azt tudom, de hogy mikor bemutatta a tévé, azt hiszem, hogy a Duna tévén, vagy nem is tudom, hogy hol adták. És hogy ott, ha jól tudom, saját magadat szinkronizáltad? Igen. Az milyen volt? Hát én ezt imádom, és egyébként én nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek is. Már volt ilyen többször, hogy volt még egy, vagy két ilyen film, hogy ők megkerestek, és azt mondták, hogy hát úristen, hogy te vagy az, aki tudsz magyarul is, akkor persze, hogy... Hogy te legyél a saját. Te legyél. És az az igazság, hogy valahogy így ez belém ivódott. Hiába forgattam ezt, nem tudom, 15, 16, 10 éve. Igen, ez 11-es film. Igen, hogy így ez visszajön, és tényleg nem volt egyáltalán probléma, mert hogy képbe voltam teljesen. Na viszont ebben a filmben azért, figyelj, az a biliárdos jelenet. No, de hát nem áll, de most komolyan. Hogy mennyire szexi vagy már? Ja, hogy ezt hát, de már nem tudom, mert én már mindenki ezzel Hát nem csoda, hogy mindenki ez azért szembesít ezzel, mert erre utána még egy sörreklám is rájátszott, nem? Ők kihasználták nyilván. Hát persze. Igen. Szóval, de jó, de hát ott, figyelj, az úgy robbantott be téged, az a film, az ott, mint most, bocsánat, hogy most fogok egy párhuzamot mondani. Gondold meg jól. Úristen, nem merem mondani, ezek után ez a szar, de hát mindig gondol. De mindig megkapod ezt a párhuzamot. Vagy megszoktad? Hogy mint a... Na, akkor kimondom. Na. De hogy a utatók utánam a teljesen más, meg minden más, na már elkezdtem szabadkozni. Jó, ebből már jó nem jövök ki. Legalább átgondolod. Mint Dobó Katát a miniszter félrelép. Aha. Ja, hogy ezt nem szokták. Nem? Nem. Hát itt egyáltalán nem, ugye Szlovákiában, Csehországban a Dobókat, tehát nem ismerik. Nem, hát most igen, arra gondolok, hogy van egy fiatal, ő még akkor ráadásul nagyon főiskolás volt, te már akkor talán végeztél a főiskolán éppen ott csak, de hogy így hirtelen egyszer csak így rárobbantál a vászonra. Igen. És lett egy szexszimbólum státuszod egy szereptől. Igen. És ezzel utána kell valamit kezdeni fiatal művészként, aki egyrészt én úgy képzelem, hogy az ember azért, basszus, mondjuk már ki, élvezzük, hogy megismernek, pénzt keresek, jól nézek ki, tetszem az embereknek, stb. De közben vannak művészi törekvéseim, meg akarok mutatni magamból valami mást is. Szóval arra vagyok kíváncsi, és most lapozzunk Dobókat a kapcsán, mert az ő útja aztán teljesen más lett, de hogy te, neked volt-e ezzel utána dolgod, mondjuk a cseh piacon, hogy levesd magadról ezt a szerepet, ezt a skatuját. Lett-e skatuja? Hát, de most úgy hol nincs skatuja, tehát az emberek imádnak skatujázni, de ez mindegy, hogy a művészetek vagy az élet bármilyen területéről van szó. Nézd meg, tehát, hogy tényleg mindenki skatujázunk, de csak azért, mert mi érezzük magunkat elveszettnek, hogyha nem rakunk be valakit egy fióba. Persze. Mert hogy ez nekünk útmutatás. Úgyhogy te képzeld, én ezt annyira ilyen természetesnek éreztem, nem pánikoltam ettől, úgy éreztem, hogy most ezt nem én vallom magamról, ezt ők mondják rólam, ez így kialakult, és én tudom, hogy még mi vagyok ott belül, és majd az idő úgyis vagy bizonyítja, vagy nem, hogy még mennyi ezer szín van bennem, és én képzeld el, hogy magammal szemben annyira türelmes voltam, és annyira nem bántott ez a dolog, és azt mondtam, hát Uram Isten, hát hogyha én már kiarakarok ebből a
a világ által berakott skatujából ki akarok kerülni, akkor majd azt mondom, hogy én már ilyen, ebből nem kérek az ilyen szerepkörből, és akkor kicsit ülök a, tudod, a kínpadon. És ez volt, hogy én Magyarországon is ugye a Superboys után is például, vagy a Bakkerme volt még a Bakkerman is. Tehát, hogy én tényleg azt mondtam, hogy én kivonom magam most ebből a közegből, és fókuszálok most más dolgokra, de ez erről szól, hogy ez a te döntésed. Mert hogy néha az ember kényelmi pozícióból is benne marad. Mert hogy úristen, most szányra kaptak, én vagyok most a szexszimbólum, most akkor most ezt ki kell használnom is minden ilyen szerepet, mert még 50 évesen is ezt fogom játszani. Vagy ezt fogom hiányolni, mert vagy ez fogom... az ismerős, és ez a... De hogy menjünk tovább, és én nem azt mondom, tehát én nagyon örülök, hogy rám, hogy én nőként is meg tudtam élni magam, vagy meg tudom élni magam a szakmámba, hát ez óriási fontos. Ugye nekem volt egy nagyon, nagyon elismert színi kritikus Szlovákiában, szlováki magyar, Dusza István, és ő azt mondta, hogy színésznő. Hogy ebben benne van minden, egy színésznő, szín, ész és nő is. Igen. És nekem, és tudod, ez mindig ott van bennem. És akkor én ezt mondtam, oké, akkor már a nőt megmutattam magamban. Most jön a szín és az ész. Hát de most nem. De figyelj, én imádom ezt hallgatni, mert annyira természetes az egész, ahogy vagy benne a létedben. Hát most nem tudom, tényleg nem tudom ezt jobban körülírni, mint az, hogy így, hogy azt érzem, hogy csinálod, fogadod, amit ad, amit a döntéseid adnak, tudomásul veszed, amit elvesznek, és nem halsz bele minden egyes helyzetben. Ez valami hihetetlen. Én nem tudom, hogy ez te, tényleg ez megint felvetődik a kérdés, amit már említettél, hogy ez egy adottság, vagy ez tanulható-e, de minden esetre egy picit irigykedve hallgatom, hogy milyen jó lehet így élni. Tényleg. Hát azért igen. Nem mondom, hogy mindenkinek vannak problémái, természetesen, de hogy ez egy jó dolog. Az biztos, hogy a... hogy ugye a belső, hát ugye a belső táj az nagyon fontos, hogy barátságos vagy barátságtalan. Ugye ezt nemrég hallottad a mi előadásunkban a csoport. Igen, igen, igen. Színdarabban is, és ez is egy óriási nagy bizonyosság, hogy ez a legfontosabb, és én mindig, vagy egy amit nagyon, amire nagyon büszke vagyok magammal kapcsolatban, hogy hallgatok arra, hogy ott benn mi játszódik bennem, és nem hagyom magam befolyásolni, vagy nem ülök fel bizonyos hát hullámokra, most ezt olyan szempontból mondom, mint tényleg az, hogy én is még jobban kihasználhattam volna azt, hogy most szexszimbólum vagy, és már én mondom inkább az embereknek, és még mindig jönnek ezzel, de most nem téged említelek, hanem is mondtam, Jézus Isten, azért mondom, ez már szégyen, hogy csak ezt a filmet ismeri, és azóta többit látta. De hát, nem, nyilván nem csak ez, mert 70 filmből azért lehet jó sokat ismerni. Igen. De ja, hát. De hogy ez is, hogy tényleg ilyen korosban, mert tudod, hogyha felülsz erre a pozitív, mert ez pozitív volt valamilyen szinten, és mind a mai napig emlegetik, hogy akkor ilyen alapon ugye engem nagyon meg kell, hogy érintsen az a sok negatív kritika is, amit kapok, vagy ugye amik óhatatlanul, de elérnek ugye be a kommentvilágban. És ez pont itt van, hogy ennek az egyensúlynak meg kell lennie, vagy hát ezt úgy fogjam fel, hogy jön és engedem. Igen, ez egyfajta, gondolom, ez biztosan nem független attól, amit hozol tényleg otthonról, amiről itt beszéltünk, hogyha valaki gyerekként megéli azt, hogy elfogadják és szeretik annak, amilyen, olyannak, amilyen, nem akarják faragni, hagyják, hogy megtanulja azt, hogy hol vannak a határai, megélje az érzel, hogy ez azért olyan tartást és önbizalmat ad szerintem az élethez, ami valahol biztos segít ezt a középpontot megtartani. Pont. A kérdés az, hogy amikor, ugye, hogyha tök jó, hogy behoztad ezt a Bodó Viktor darabot, a csoportot, amivel gyakorlatilag visszatértél ugye a magyar színházi színpadokra is, az a döntés, hogy újra színház, az hol, mert a Szlovákiában tudom, hogy játszol már pár éve újra, intenzívebben, de hogy az, hogy itthon Magyarországon is, ez hogy született meg mi hívott vissza téged a színházba? Hát
én magamat hívtam vissza szerintem, mert újra megéreztem, és megengedtem magamnak ott belül, hogy a színpad megint része legyen az életemnek, és ebben hiszek, látod, hogy... De nem ez volt az első csoport, hanem a Donhuák, vagy az Apák kínja, amit... Ez egy felvidéki darab, nem? De a Szkénével egyetemben csináltuk. Tehát igen, tényleg. Péter rendezte, hát én azt imádtam egyszerűen. És ugye még előtte volt a Platonov, amit pedig a Maladi P-vel csináltunk. És akkor úgy jött ugye a csoport. És annyi, hogy azt éreztem, hogy újra van kedvem létezni a színpadon is. És egyszer csak jött. Így. Mert hogy én te, nem tudom, te ezzel hogy vagy, de hogy előbb-utóbb megteremtődik az, amit ott, hogy őszintén, de tényleg őszintén, kérdések nélkül hiszel, és vágysz, és tudod, hogy ez jönni fog. És jött. És a Viktor is egyszer csak felhívott, hogy akkor most lenne ez, és a legnagyobb hőség közepette bezárkoztunk tavaly is, és megcsináltuk, és ez egy kísérleti dolog is volt. Nem volt kész a darab gyakorlatilag, ezt ti írtátok együtt. Nem? Így van. Ez egy nagyon érdekes koncepció, tényleg ilyen igazi Bodó Viktoros húzás, hogy na tessék, akkor színészek, akkor írjunk együtt egy valóságot. Gyönyörű volt nagyon, és a Viktor is mondta, én nem tudom ebből mi lesz, ez egy nagyon új dolog, de nagyon akarom, nagyon hiszek benne, és nézzük meg. És tényleg, ahogy dolgoztunk, ez nem volt... egy szokott dolog, és az is, hogy tudod, én írtam meg a szövegeket, hogy volt egy ilyen kutatás, hogy voltak tanulmányok, hogy meghívtunk nagyon sok szakembert. Igen, ugye ez a függőségekről szól, egy pszichiátriai csoport terápiáról, és mindenkinek van egy függőség, és én úgy tudom, hogy nektek kellett kiválasztani színészként, hogy milyen függőt akarsz játszani, és ugye te egy ilyen plasztikai vagy szépészeti beavatkozásoktól függő nőt játszol. Igen. Egy érdekes választás. Igen, mert azon gondolkoztam, hogy hát ugye mindenki biztos majd az alkoholhoz nyúl, vagy a drogokhoz, hát mert hiszen azért ez áthatja. Magyarország, meg hello világ. Igen, áthatja erőteljesen a világunkat. És arra gondoltam, hogy mi az, ami még nagyon meghatároz minket már ebbe a mi világunkban, de azért nagyon-nagyon sokat még nem tudunk róla, vagy nem beszélünk erről, és hogy mi lehet az önkép és testképzavarok hátterében. És ugye azért az én világomat is színészként az napi szinten meghatározza, hogy te főleg a nőket ugye, hogy milyen teher nehezedik ránk, hogy legyél minél tovább fiatal, mert akkor sokkal nagyobb, vagy szélesebb a palettád, azért ne legyen rajtad ránc, de azért legyen természetes. És igen, méltósággal öregedj, de közben azért legyen ránctalan, ha lehet. Így, ez pontosan. És akkor ez volt a lényeg, hogy nagyon izgatott engem ez a világ, és akkor én így elkezdtem kutakodni, és hogy mi lehet mögötte, és ezt be tudtam magamat is vonni, mert engem is nagyon sok támadás ért a szeplői miatt, és a vörössége miatt, és akkor így gyönyörűen becsempésztem ezeket a dolgokat, és sok történetet hallottam, és akkor végül így összeállt nekem ez a képerő teljesen. De közben te... ez az egész szeplő dolog, meg minden, tehát hogy ez erre most már ezt használod, nem? Tehát, hogy most már... Ennek köszönhetem a karrieremet. Látod. De szóval, nem, hát ez annyira te vagy. Tehát tényleg nem tudlak elképzelni a szeplőid nélkül. És látod, és hogy ez is milyen érdekes, hogy meg tud fordulni valami, vagy amit gyerekkorban azt hiszük, hogy kilógunk a sorból, az az előnyöd lehet. Tehát ez ugyanaz, amikor valakinek, ugye most már ez egy gyönyörűség, hogy van ez a kis hézag a foga között, ugye. És most, tehát, hogy most már ugye arra építenek sokszor egy divatipar épület, arra egy kozmetikai ipar, vagy ugye pontosan a szeplőségekre, vagy az elálló füledre. És hát ugye gyerekkorodban meg minden, ami eltér a megszokottól, vagy a normálistól, az olyan, amit tudunk kifigurázni. És utána meg ez lesz a vonzó. Sokat hadakozol mert nagyon szeretnek téged a divatlapok. Sokat hadakozol a retusálás kultúrával? Csak mert hogy az embernek gumiarcot csinálnak, ha nem szól.
Ez az én tapasztalatom. Hát köszönjük szépen, ezt mind, képzeld, most én már nagyon régóta mondom nekik, hogy igen, csak nem szeretném, hogyha retusálnának, és hogyha nem tudom, milyen filterek lennének rajtam, mert ott nekem ez egy szégyen, amikor találkozok utána az emberekkel, és látnak az élő valóságban, hogy nézek ki, és nem ismernek föl. És amikor azt mondják nekem sokszor, hogy te sokkal szebb vagy, mint a bászom, vagy a képeken, hát akkor nem ez a legnagyobb bó. De, hogy nem. És nem tudom, valahogy ez megint olyan, hogy ez nekem szégyen, hogy én, aki tényleg húsvér embereket játszok, tehát, hogy nekem kéne elfogadtatnom a világgal, az emberekkel azt, hogy születünk, és van egy életutunk, fiatalok vagyunk, és öregszünk, és hogyha én retusáltatom magam, és így mutatom magam, akkor hol vagyok én... hát nem is csak a tisztességes, de igazságos, és hogy mutatom tényleg ezt az igazságot, a valót, hogyha én magam nem merem megmutatni ilyen helyzetekben. Tudod, hogy mit mondott nekem egyszer valaki, egy színésznő kollégád, akit szintén sokat mutatnak a mindenféle magazinok, amikor volt egy időszak, most már majdnem 10 éve basszus, amikor nagyon sok selfit tettem ki, egy ilyen kicsit ilyen misszió jelleggel, ugye retus és minden nélkül, és meg szűrő nélkül magamról, és azt mondta, hogy elveszed az illúziót, Kriszta. Hogy ne tedd ezt velünk, mert elveszed az illúziót. És ez értem, hogy mit mond, de közben meg ez tényleg kemény. Na és az emberek illúziót akarnak. Tudod, milyen érdekes, amit mondasz, és most erre rácsatlakozok, ugyan én nagyon sokáig hadakoztam azzal is, hogy vörös szőnyeg. Uh-huh. És nekem egy magyar filmrendező mondta, akit egyébként nagyon szeretek, hogy de hát az emberek ezt az illúziót akarják. Hogy ők akarják a vörös szőnyeget, és hogy ez nekik egy ceremónia, uh-huh. mert ők imádják, hogy nekem a kordonnal van bajom, aha. hogy ott vonulsz, és akkor az emberek kirekesztve vannak tőled. És akkor kiabálnak a fotósok. És kiabálnak, hogy elveszed ezt tőlük, uh-huh. és ők ezt akarják, és akkor kezdtem ezen gondolkozni, mert hogy engem ez frusztrált abszolút, hogy mit gondolok én magamról, hogy én ki vagyok, hogy én szőnyegen vonulok, ők meg ott állnak a hideg, szürke kövön. És hogy ez is valami felsőbb rendőrséget mutat vagy ezzel kapcsolatban. De hogy milyen érdekes, hogy látod, és most már nem tudom, de én nem bírom ezt a mai világot, mert ez az élet velejárója, és én ezt akarom mutatni, hogy az öregség, hát nem, de mindenki e felé. Hát igen, és én azt veszem észre, és most már tényleg mindjárt befejezzük, csak még egy gondolat ide, hogy meg érdekel, hogy erről mit gondolsz, hogy néha, hogy saját magam felé, magamnak tartozom azzal, hogy ne ijedjek meg reggel a tükör előtt, tudod? Hogy szokjam meg az arcomat lassan 50 évesen, szokjam meg azt, hogy ráncaim vannak, hogy a nevető ráncom mélyül, hogy minden, hogy így nézek ki, ez a normális, így nézek ki, ez egészséges. Azért öregszem, mert élek, és ez tök jó. Igen, abszolút, tehát, hogy de ez is egy olyan, hogy én amikor felkelek reggel, akkor én mindig köszönök magamnak a tükörbe. Tényleg? Igen, és szoktam, és így szia világ, jó reggelt, hogy vagyunk, és így mindig megnézem magam, és így nyugtázom azt, hogy megint megszülettem, hogy újból itt vagyok, és igen, és öregszem, és hál' az Istennek, mert valakik milyen fiatalon távoznak erről a világról. Na jó, tényleg, fejezzük be. Köszönöm szépen. Hát köszönöm. Köszönöm ezt az utazást, kívül belül. Én is. Szuper én is volt. Nagyon. És nagyon sok sikert neked mindenfelé. Most meddig vagy itthon? Holnap megyek ugye erre a nagy... Ja, demonstrációra. Nem, igen, igen. Úgyhogy holnap beülök a kis kocsimba, és akkor elröppenek oda, és aztán majd jövök megint vissza, mert majd megint lesz csoport, meg még tanítok is. Úgyhogy most itt szállingózok. Köszönöm. Nem esik jó kiszállni. Nem. Megyek, ma jól van. Jó. Na, szia. Óriási szeretet van bennünk, a hazánk, meg minden. És arra jár valaki, aki nem hozzájuk tartozik. Bakar, hogy ide, te rohadt geci. Ez így nem látszik, de egy elég nagy szorongó vagyok, és közben tele vagyok érzéssel, ami mondjuk a narcisztikusokra nem annyira igaz, szóval én nem vagyok egy igazi narcisztikus, és nem tudom ezt felmutatni.